Az iskolai tananyag letöltésében segít az egyik helyi édesapának a Tolnai Családsegítő Központ munkatársa. A családsegítőnél korábban digitális jólétpontot, vagyis bárki számára elérhető internet és számítógép hozzáférést alakítottak ki. Most egyre többen kérnek így segítséget a digitális tanrenddel kapcsolatban. Központunkban DJP pont működik, amelynek keretén belül lehetőséget biztosítunk a gyerekek számára az internet oktatási célú igénybevételére. De nem csak így veszik ki a részüket a Családsegítő Központ munkatársai a veszélyhelyzet miatt elrendelt rendkívüli intézkedésekből. Nekünk is át kell állnunk az elektronikus ügyintézésre. Elsősorban e-mailen, telefonos formában intézzük az ügyeket. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyeztetett gyerekekre, illetve a veszélyeztetettségüknek a megelőzésére, a krízishelyzetek megelőzésére. Ennek érdekében továbbra is várjuk a jelzéseket. Továbbra is feladatunk az, hogy szolgáltatást nyújtsunk, és ebben a megváltozott helyzetben is szeretnénk az arra rászorulóknak, egyéneknek, családoknak, fogyatékkal élőknek útmutatást mutatni abban, hogy hogyan tudják az ügyeiket intézni. Tolnán és a Mözsi városrészben a nyugdíjasok ellátását nem önkéntes rendszerrel oldották meg. A nyugdíjas klubok bezártak, ezért a felszabaduló ott dolgozók járnak ki a helyi idősekhez. Március 12-ével a Tolnai és a Mözsi idősek klubja bezárt. Az idősek nem jöhetnek be a nappali intézménybe. A gondozási központnak a feladatai ugyanúgy megmaradtak. A házi segítségnyújtásban a gondozónőink ugyanúgy tevékenykednek. Persze ez is megváltozott teljes mértékben, mert védőfelszerelésbe mehetnek csak be az idősekhez. Ezt biztosítjuk nekik, minden nap kapnak új tiszta köppenyeket, védőszemüvegeket, szájmaszkokat, tehát a gondozás az ugyanúgy megy, ahogy eddig. Az étkeztetés is változatlan, a házhoz szállított ebéd ugyanúgy megmaradt. Az étteremben is átvehetik a szociális ebédeket, akik eddig is oda jártak. A nappali intézményben azok az idősek, akik nem jöhetnek be, nekik a gondozónőinkkel együtt visszük házhoz az ebédeket, biztosítjuk nekik a bevásárlást és minden olyan dolgot, amire szükségük van, tehát attól függetlenül, hogy nem jöhetnek be, próbáljuk őket ellátni igény szerint. Próbálunk besegíteni ebbe az önkormányzatnak, van, amikor felénk érkezik segítség, mi próbálunk ezekbe segíteni. Általában olyan segítségeket kérnek, ami mondjuk speciális, tehát a bevásárlásban is olyan dolgokat kérnek, amit mondjuk nehezebb megoldani, hogyha valakinek valamilyen ételallergiája van, vagy érzékenysége, akkor ezeket szoktuk mi megoldani. Tolnán már korábban is hozott rendkívüli intézkedéseket a város vezetése, például a vírus terjedését lassítandó intézményeket zártak be ideiglenesen. Mi is meghozzuk azokat a szükséges intézkedéseket, hogy ezt helyben hogy tudjuk megoldani. Ugye kiemelten fontos a 70 éven felüliek ellátása. Én most is azt kérem tőlük, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Kérjék meg családtagjaikat, ismerőseiket, szomszédjaikat, ha lehetőség van rá, vásároljanak be nekik ők. Ma délelőtt gyakorlatilag minden 70 év felettinek eljuttattunk egy levelet, amiben nagyon részletesen kitérünk arra, hogy milyen módon tudunk segíteni nekik. Erről több mint egy hete beszélt Appelszoffer Ágnes, a város polgármestere. Azokban a napokban kezdték megszervezni Tolnán az idősek étkeztetését és a bevásárlást nekik. Onnantól, hogy mondjuk 20 feletti az igény, ami hozzánk beérkezik, onnantól mi be fogjuk ide az önkormányzat egy épületébe szállítani, és a munkatársainkkal mi szétválogatjuk a csomagokat, és ki fogjuk szállítani az érintettek számára. Az önkormányzat akár az étkezést, tehát a meleg étkezést, akár az alapvető élelmiszerek ellátása tekintetében megelőlegezi ezeket a költségeket, tehát mi kifizetjük ezeket az érintetteknek, és mi fogjuk tovább számlázni majd azoknak, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ez több mint 1800 embert érint egyébként a városban, tehát elég sok 70 év feletti él a városban, akinek nincs, vagy esetleg karanténba került, vagy megbetegedik a hozzátartozója,
az mindenféle kérdés nélkül mi a rendelkezésünkre állunk, és meg fogjuk oldani, hogy az alapvető élelmiszereket és egyszeri meleg étkezést kiszállítjuk. A gyógyszerellátásról is gondoskodni fogunk, megállapodtunk egy patikával, közvetlenül őket kell keresni, mi inkább itt a kiszállításban fogunk segíteni, tehát náluk kell leadni, hogy milyen gyógyszerigényeik vannak. A tájékoztató mindenre kitér, hogy milyen gyógyszereket, milyen időtartamra lehet kiváltani, milyen adatok szükségesek hozzá. Úgyhogy ez is megoldott. Én azt gondolom, hogy mi megteszünk mindent azért, hogy az idősek otthon tudjanak maradni, és még egyszer hangsúlyozottan kérem, hogy maradjanak is otthon. Ugyanazokban a napokban a fiatalok védelme érdekében a játszótereket is lezárták Tolnán. Bár én egyértelműnek gondoltam azt, hogyha valaki nem mehet óvodába, iskolába, akkor nem a játszótéren fogja tölteni az időt. Úgy tűnik, hogy ez mégsem mindenkinek jut eszébe. Elég sokan használják a tolnai játszótereket. Jegyzőasszonyt kértem, és a mai napon utasításba is adom, hogy a játszótereket addig, amíg ez a járványhelyzet nem változik, illetve nem csökken, vagy nem szűnik meg, addig teljesen le fogjuk zárni.